Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és a képviselőtestület tagjait. A mai testületi ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy 11 fővel a képviselőtestület teljes létszámban megjelent a mai ülésen. Mielőtt a mai ülés napirendjére térünk, el szeretnék mondani néhány tájékoztató információt a elmúlt napok, hetek történéséről. Mint bizonyára sokan tapasztalták, elkezdődtek a munkák a Panoráma utcai vízmedencétől visszafelé, elkezdték fektetni a töltővezetéknek, az express vezetéknek a csöveit, jelenleg már több száz métert haladtak, és nem sokára leérnek a Pihenő utcához, de valószínűleg párhuzamosan fogják elkezdeni a Rózsika utca melletti szakasznak a fektetését is, úgyhogy van remény rá, hogy a tervezett augusztus környéki időpontra sikerül a vízvezetéket átadni. Ez annyiban szerencsésebb is, hogy kicsit csúszott a műsor, mert ugye várhatóan, mire a Hidegkúti út lezárásra kerül, félpályás lezárásra, és a Rózsika utcán is elkezdődnek a munkák, addig, hogy körülbelül vége lesz az iskola évnek, tehát kevesebb forgalmi torlódást fog okozni az ügy. A mai nap, ma délelőtt részt vettem a hulladék szállítás új rendszerével kapcsolatos tájékoztatón, az újpalotai égetőműben volt ez a tájékoztató, ahol legmagasabb szinten képviselte magát valamennyi érintett szereplő. A főpolgármester helyettes asszony, a Budapesti Közműholding, az FKF, a különböző hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezetek. Ugye azt tudjuk, hogy december 31-ig továbbra is semmilyen változás nem lesz a hulladékszállításban, tehát a koncessziót elnyert MOL RT alakított egy céget, a MOHUT, a MOL hulladék cégét. Ez a cég pedig alapított egy közös céget a fővárossal, és a budapesti agglomeráció körülbelül 70 települése fog ehhez tartozni, így Solymár is, tehát 2024. január 1-től várhatóan új szolgáltató fogja szállítani a szemetet, és ezúttal már nem az eddigi lerakókba, hanem közvetlenül a 15. kerületi égetőműbe fogják vinni, az erőműbe fogják vinni a solymári hulladékokat, hogy mi lesz a konkrét rendje a hulladékszállításnak a jövő évtől kezdve, az még további tárgyalásokon, illetve további határozatokon, rendeleteken fog múlni. A Koppány utca előterjesztését, a 61/2023-as előterjesztést sajnos vissza kell vonnom, mert nem érkezett még meg az a adatbekérés, ami szükséges volt a közbeszerzés lezárásához. Még van egy vagy két napja az egyik pályázónak, ezért most nem tudunk közbeszerzési döntést hozni, nem lenne szabályos, hogyha nem várnánk meg ezt az iratot. Tehát a 11-es orszámon benyújtott 61/2023-as előterjesztést visszavonom. Még tárgyalunk a közbeszerzési tanácsadóval, hogy lehetséges esetleg holnap délután egy rendkívüli testületi ülés keretében döntést hozni, ha nem, akkor ez valószínűleg átcsúszik a jövő hétre. Ez néhány nappal csúsztatja el a projektet, hisz ilyenkor a döntés után ki kell várnunk egy kötelező jogorvoslati határidőt, de túl nagy csúszást hál' Istennek nem fog okozni a projektben. A Koppány utca építésével kapcsolatban két lakossági fórumot is fogunk tartani a héten, illetve a jövő héten. Egyiket kifejezetten az ott
érintett lakók számára, a másikat pedig általában az egész kerekhegyi, illetve az egész érintett lakosság meghívásával fogjuk megtartani. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy az ülés napirendjéhez van-e kérdés, hozzászólás. Tehát 12-1, azaz 11 napirendet tárgyunk nyilvános ülésünkön. Tordai Miklós képviselő úr, ügyrendi kérdés, parancsol. Köszönöm a szót. A nemrég befejeződött ügyrendi bizottság ülésén tárgyaltuk a 62-es előterjesztést, illetve beszéltünk róla. És ezzel kapcsolatban az a többségi döntés született, hogy arra kérjük a polgármester urat nagy tisztelettel, hogy vonja vissza a 62-es előterjesztés. Lévén, hogy annak az egyik fele úgyis volt már napirendünkön, vagy lett volna, és akkor is visszavontad. Pontosan azért, mert abban maradtunk évekkel ezelőtt, és ezt folyamatosan megerősítjük, hogy igyekszünk nem behozni a nagy politikát a nagyközség önkormányzatának a színei alá. Ezért nem biztos, hogy érdemes ezt az előterjesztést itt és most bármilyen formában megvitatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem az azzal annyi a gondom, hogy ez egy elfogadott országgyűlési határozat, tehát a parlament által elfogadott határozathoz való csatlakozás. De ha az a javaslatot, hogy vegyük el a napirendről, én nem fogom visszavonni, akkor tedd meg a javaslatodat. Vegyük úgy, hogy megtettem a javaslatomat, és az a kérésünk, hogy ez ne szerepeljen a napirendi pontok között. Az országgyűlés nagyon sok mindenről dönt, és azokat rendre mind nem szoktuk itt helyben megtárgyalni. Ugye az egy magasabb rendű jogszabály, az alacsonyabb szintek a magasabb rendű jogszabállyal kapcsolatban sok minden se pró, se kontra, úgy tudom, hogy nem tehetnek. Ezek után, ha azt mondom, hogy viszonylag nagyon kevés értelmét látom, hogy erről a kérdésről itt hosszasan beszéljünk, hát így állok vele. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ügyrendi bizottság, illetve annak elnöke arra tett javaslatot, hogy a 62/2023-as előterjesztést vegyük le a jelenlegi ülésünk napirendjéről. Erről szavazzunk. Négy igen, öt nemmel elutasítottuk a határozatot. Kettő tartózkodással, bocsánat. Tehát akkor marad a napi renden a 12-es sorszámon benyújtott 62/2023-as előterjesztés. Egyéb kérdés, hozzászólása a mai ülésünk napi rendjéhez. Amennyiben nincs, akkor a mai ülésünk napi rendjének végszavazása következik. Most lehet szavazni. Tíz igen, egy nemmel, nulla tartózkodással jóvá hagytuk a mai nyilvános ülésünk napi rendjét. Soron következik egyes sorszámon beterjesztve az 51/2023-as számú előterjesztés, a 2022 évi költségvetési rendelet hatodik módosítása. Az anyagot megkapták a képviselők, a rendelet módosítás szövege itt látható. Dobrokáli Dérborbála alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, én el is mondom a tartalmát. Tehát a hatodik módosításnak a tartalma az állami támogatások átvezetése, beruházások, felújítások, költségeidek, iskolai keret, testvérvárosi keret, intézmény többlet finanszírozásának az átvezetése történik meg. A működési tartalékunk pedig így alakul. A két állami támogatással összesen 8.647.000 forinttal emelkedett, viszont a működési tartalékból fizettük ki az óvoda közüzemi többlet költségét 4.191.000-et. Ezzel a működési tartalékunk 4.456.000-rel emelkedett. A felhalmozási tartalék keretünkre állami támogatás 29.161.000 forint,
de kifizettük a KFT telephely műszaki ellenőrzését 1.486.000, kamera 707.000, világítás korszerűsítés művelődési házban 3.618.000, Koppány utca pályázati sikerdíja és közteres autóvásárlás került itt levonásra, tehát 30.992.000 forintot fizettünk, és 29 millió forintot kaptunk, így a felhalmozási tartalékunk 1.831.000 forinttal csökkent. Iskolának fizettünk 202.000 forintot, testvérvárosi kapcsolatunkra 391.560 forintot. Ez a tartalma a költségvetés módosításának. Köszönöm szépen. Ugye a költségvetést addig lehet módosítani, míg meg nem születik a zárszámadási rendelet, ami a következő előterjesztés lesz. Kérdezem a Gulyás István pénzügyi bizottság elnöke parancsol. Köszönöm szépen. Bár ugye a Magyar Államkincstár már jóvá hagyta a 2022 évi költségvetési rendeletet, így ennek a módosítását is, de a pénzügyi bizottság erről természetesen tárgyalt, szavazott, és egy tartózkodással, többi igen szavazattal jóvá hagyta Etleket, javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Így beszavazzuk az NMU-t. Nem szoktuk. Tudomásul lehet venni, igen. Jó, szóval akkor vegyünk külön tudomásul, majd egy külön döntésben, jó? Mert ehhez, ez ugye rendelt módosítás, ez minősített többség kell. Jó, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, akkor felteszem szavazásra a 2022. évi költségvetési rendelet 6-os számú módosítását, most lehet szavazni. Kilenc igen, nulla nem, kettő tartózkodással, testület minősített többséggel jóváhagyta a rendelet módosítást. És akkor az NNO, parancsolj. Az NNO negyedik költségvetési határozatának módosítása egy kisebb változást tartalmaz. Normatív támogatást kaptak 232.900 forintot, ami a címrend változásában azt jelentette, hogy a beruházások megnövekedtek 185.564 forinttal, a dologi kiadás pedig 47.336.000 forinttal. Ennyi a változásuk a költségvetésükön. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Akkor ugye szokás szerint azt tesszük fel szavazásra, hogy a tudomásul vesszük a NNO módosítását. Most lehet szavazni. Egyszerű, ez egyszerű. Elve határozattal hoz költségvetést. 11 igen, egy hangulag jóvá hagyva. Következik a 2022. évi zárszámadás tárgyalása. Ugye az utolsó módosítás után most tárgyalhatjuk az zárszámadást. Megadom a szót az alpolgármester asszonynak. Elmondom az zárszámadásnak a főbb számait. A 2022 évi zárszámadásunk 3.088.371.000 összesített bevétellel zárul. A kiadásunk 2.838.835.000 forint, kerekített összegeket fogok mondani. A maradványunk 249.535.000 forint. Ebből működési tartalék 14.816.000, felhalmozási tartalék 239.090.000 forint. A bevételek teljesülése igen magas volt. Önkormányzatnál 108%, de a többi intézménynél is 94%, 96%, 98%. A kiadások is elég magasak voltak. Önkormányzat 100%, hivatal 91%, művelődési ház 93%, ezüstkor 96%, óvoda 98%. Hitelfelvételre nem került sor. Az önkormányzat bevételei részletesen: működési támogatást kaptunk 749 millió forintot, ez úgy alakult, hogy helyi önkormányzatunk működésére 229 milliót, köznevelési feladatokra 166 millió forintot, szociális és gyermekjóléti feladatokra 168 milliót, kulturális feladatokra 25 millió, egyéb támogatás 121 millió volt. Felhalmozási célú támogatás pedig 110 millió.
A közhatalmi bevételeink, az adóbevételeink igazán jól alakultak, mert 909 millió 778 ezer forint volt, működési bevétel 204 millió, ingatlan értékesítés 299 millió forint volt. Működési kiadásainkban a nagyobb tételek 1 milliárd 892 ezer forint, ezen belül a személyi juttatások 811 millió, a járulékok 112 millió, dologi kiadásra 516 millió forintot költöttünk. Felhalmozási kiadásaink 526 millió, ezen belül a beruházások 387 millió forint, felújítások 139 millió forint. 2022-ben tehát a juttatott támogatások összege 295 millió 314 ezer forint volt. Ez úgy néz ki, hogy a KFT kapott 182 millió forintot, belső közlekedésre 8,4 millió, iskolatámogatás 3,8 millió, a kék buszra 11 millió, országos mentőszolgálat 20,5 millió, a polgárőrség tűzoltóság együtt 2,5 milliót kapott, sportegyesület 2,5, óvodai alapítványok összesen 1 millió 560 ezer, a két egyház együtt 1,6 millió, német nemzetiségi önkormányzat 4,5 millió, Lustigetszverge óvoda 41 millió 765 ezer forint, komposztálásra költöttünk 3 milliót, egyéb célra 1,6-ot, a civil szervezet a 10 milliós keretből 9 millió 952 forint lett átutalva, odaadva. Egy nem teljes lista, de gondolom mindenkit érdekel, hogy a beruházások mit akarnak ez a magas összeg. A KFT telephely építésére 161,5 millió forintot költöttünk, ez bruttó összeg. A közparkokra, a játszótérre 55,5 milliót, a művelődési ház korszerűsítésére, kazáncserére plusz óvoda korszerűsítésre 23,8 millió, gyalog átkelőhelyek 84 millió forint, Párkány utca rekonstrukció 3,3, Káposztáspatak, itt csak az önrészt írtam, ez 15 millió, Orgona utca pótmunkák 9,7 millió, Major utca felújítás 64 millió, Kert utca rekonstrukció 5,6 millió, Sport utca rekonstrukció 6,2, Váralja utca rekonstrukció 8 millió forint, gépjármű vásárlására két járművet vásároltunk, 6 millió forintot költöttünk. A Koppány utca tervezésére ez még ugye a kezdeti szakasz volt, 11 millió forintba került. A Füves utcára 5 milliót költöttünk, a Bringa parkra 39 millió forintot. Ezek a nagyobb tételek a beruházásainknak 2022-ben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy a zárszámadáshoz kérdés, hozzászólás, Gulyás István PB elnök. Köszönöm szépen. A pénzügybizottság egy tartózkodással elfogadta. Egyetlen egy dolgot emelnék ki, és bocsánatot kérek, hogy nem tartozik semmilyen formában sem a pénzügyi és költségvetési kérdéskörhez. A Bringa part ugye kiemelésre került, csak ezen a jogon szeretném javaslatot tenni arra, hogy valamilyen formában a Bringa parknak a használatját kellene szabályozni kicsit jobban, mert olyan problémák merülnek föl, ahogy itt hallottam, hogy a kisgyerekes anyukák ugye a kamasz gyerekeknek a használatába ugye beengedik az útjába a kis műanyag motorral közlekedő kis gyerkőcöket, és hát ez nagyon balesetveszélyes, illetve hát már konfliktusokat is szül. Elnézést, polgármester úr, ezt most mondtam el, csak hogyha megemlítésre került, gondoltam, hogy megragadom az alkalmat. A Bringa Parknak részletesen ki van téve a használni az utasítása, amit a Moketusz, a Magyar Kerékpáros Turist Szövetség is jóvá hagyott, amelyik együttműködő partnere az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központnak. Nem lehetnének ekkora gyerekek. Ki van írva? Pláne nem ilyen műanyag játékkal. Ez nem arra van. Tehát nagyon kérem, hogy olvassák el, hogy hány éves kortól, milyen járművel, milyen védőfelszereléssel, hogy kell használni ezt a Bringa parkot. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás?
akkor a zárszámolásról szóló rendeletünk szavazása következik. Most lehet szavazni. Tíz igen, nulla nem, nulla tartózkodás, egy képviselő nem szavazott, elfogadva. Akkor most hasonlóan az ellenő. Elkészítette 2025 évi, 2022 évi zárszámadását, ami úgy végződött, hogy az összes teljesített bevétele 156.690.000 forint, az összes teljesített kiadása 143.735.000 forint, maradvány 9.955.000. Itt szeretném megemlíteni, hogy két intézményről beszélünk, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Lustig-Egyszerege együtt. A bevételek teljesülése igen magas, mind a két esetben 100%, kiadásuk 96-98%-ban teljesültek. Az önkormányzat bevétele működési támogatás 131 millió, felhalmozási támogatás 4,7 millió. Működési bevétele 5,2 millió, ami úgy oszlik el, hogy az NNO-é 1,2 millió, a Lustig-Egyszerginek a működési bevétele 3.860.000 forint. Működési kiadások 138 millió, ezen belül a személyi juttatások 93,5 millió, Német Nemzetiségi Önkormányzat 3,7 millió, Lustig-Egyszerge 89,8 millió, járulékok 12 millió, dologi kiadás 32 millió, ezen belül Német Nemzetiségi Önkormányzaté 11 millió, Lustig-Egyszerge 20,8 millió. Beruházásra 4,3 milliót költöttek, felújításra 888.000 forintot, a beruházások, felújítások, fűnyíró, bordásfal, kis bútorok, épületfelújítás. Ennyi az NNO zárszámadása röviden. Köszönöm szépen, kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor ezt is tudomásul vételre javaslom megszavazni. Tizenegy igen, egyhangú szavazással tudomásul vettük az NNO költségvetési zárszámadását. 53/2023-as számú előterjesztés, a 2023. évi költségvetési rendeletünk kettes számú módosítása. Parancsolj! És többlet adóbevételünk volt, 80 millió forint. Ennek a átcsoportosítása, átrendezése történt meg. A telepeépítése, illetve a Koppány utcára kerül ez a 80 millió forint. A beruházási területen pedig ezüstkor ablakcseréje megvalósult 2.606.000 forint értékben. Így a felhalmozási tartalék alapunk 390.397.000-ről 387.791.000-re csökkent. Ez a tartalma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés-hozzászólás, Gulyás István. Pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés-hozzászólás nem lévén, akkor a kettes számú módosítást teszem fel szavazásra. Ja, 11 igen, egy hangú szavazotta. Parancsolj, ja, NNO. És van a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is egy egyes számú határozat módosítása, egy apró összeg. A beruházás területén a székekre többletköltségük volt 6.625 forinttal, és a megállapított feladatalapú támogatásokat csökkenteni kellett 42.936 forinttal, ami természetesen a címrendben három változást jelent. Dologi kiadásnál ugye mínusz 49.561 forint, egyéb működési célú támogatás a B16-os soron mínusz 42.936, és a beruházások pedig megemelkedtek, eme 6.625 forinttal. Köszönöm szépen. Ezt csak akartam mondani, ilyen pirinyó változás és több kiló papír. Igen, sajnos ez így működik, mikor aláírok, akkor szoktam agybajt kapni, hogy egy 1 forintos számla, meg ilyenek, és van mögött egy ilyen kötek papír, szóval. Jó,
kérdés, hozzászólás nincs, akkor tudomásul vételre javaslom a zenenő módosítását. 11 igen, egy hangú jóváhagyva, és következik az 54/2023-as a 2022 évi pénzmaradvány felosztás. Tehát a hivatal 8,5, a művelési ház 600, 43 ezer, az ezüstkor 216, az óda bölcsőde pedig 502 ezer forintos a pénzmaradványok. Terv és ténykülönbségek láthatók a csatolt előterjesztésben. A főösszeget változatlan nullhagyásra javasoljuk, és a 22 évi maradvány pedig, önkormányzati maradvány pedig tartalékba helyezésre teszek javaslatot. Kérdés, hozzászólás van-e? Parancsol István. Pénzügyi bizottság a tartalékba helyezést támogatja. Köszönöm szépen. Akkor most a pénzmaradványról szavazunk. Tizenegy igen, egy hangú szavazással ezt is jóvá hagytuk. Következik az 55/2023-as számú előterjesztés, a Solymári Település Üzemeltetési Kft. 2022. évi beszámolója. Ugye a beszámolót megkapták a képviselők, a részletes beszámolót, a szöveges részét, illetve az összefoglaló anyagot. A cég mérleg szerint 5,2 néhány ezer forinttal több, mint 5,2 millió forintos nyereséggel zárt, és ezt tárgyalta ugye a felügyelőbizottság, tárgyalta a pénzügy, tárgyalta. Úgyhogy kérdezem, kérdés, hozzászólás van-e? István, parancsolj. Köszönöm. A független könyvvizsgálói jelentést a pénzügybizottság egyhangulag támogatta, és hát a mostani évben, ugye itt a tavaszi óriási összönvízszerű esőzések kapcsán hát nagyon drukkolunk a STÜ-nek, hogy tudja elvégezni a feladatait, hiszen ez gyakorlatilag most jelen hónapban a zöld hulladékgyűjtéssel együtt járt, tehát nagyon komoly energiákat kell mozgósítaniuk. Kérem a lakosságnak a türelmét, hogy mind a területnek a kaszálása, mint pedig a utaknak a rendbetétele kapcsán legyen türelemmel, és ezúton köszönöm meg a Kft.-nek és annak ügyvezetőjének azt a munkáját, hogy a tegnapi nap folyamán lezúdult özönvízszerű esőzés kapcsán két utca is, két gyűjtőút is ilyen 25-35 cm-es süllyedést szenvedett el a vízmosástól, és ma délelőtre a reggeli órákban már a többsége elhárításra került, pontosan mostanára már az összes út rendbetétele került. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tordai Miklós. Köszönöm a szót. A település üzemeltetési felügyelőbizottsága ma két hete tartott egy felügyelőbizottsági ülést, ahol végigzongorázta a Kft. Mérlegének valamennyi aspektusát. Nem akarok belemenni a részletekbe, tulajdonképpen azt lehet mondani szerencsére, hogy a Kft. Megint egy sikeres és eredményes évet zárt, szolid, de tisztességes nyereséggel, és ezúton is csak azt tudom mondani, hogy csak így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát valóban ugye a tavalyi év után ez a tavasz igen érdekesen alakult, mert itt már lassan leesett az egész évre tervezett csapadék, szinte már ott tartunk. Egyébként tegnap és tegnap előtt 23, illetve 24 mm csapadék hullott a Hútfejdén. Egyetlen pontos adatunk van, a jegyző magán meteorológiai állomása, de az az interneten mindenki számára látható. És valóban, ami igazán rossz volt ebben, hogy ellentétben az előző hetek csapadékjával, itt ez a két esőzés, ez gyakorlatilag kétszer egy óra alatt zuhant le, és ez okozta ezeket a kiáradásokat, meg elmosásokat.
Az üzemeltetésnek már eleve volt baja azzal, hogy ilyen csapadékos volt a tavasz, mert ugye a fű az nőtt, mint a bolond, úgyhogy, és mellette ilyen kárelhárításokat kellett végeznie, meg ugye a zöld hulladékbegyűjtést is kellett végeznie, úgyhogy azt se tudták, hova szaladgáljanak, de hát reméljük szép lassan utolérik magukat ezekkel a munkákkal is. Kérdezem, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Akkor én elfogadásra javaslom a beszámolójukat. Tizenegy igen egyhangú szavazással elfogadtuk a település üzemeltetési Kft. 22. évi beszámolóját. Következik 56/2023-as számú előterjesztés, a polgármester hivatal 2022. évi beszámolója. Át is adom a szót a polgármester hivatal vezetőjének. Köszönöm szépen. A 2022. évről csak röviden, elég hosszú lett egyébként az írásbeli beszámoló. Szóban kiegészíteni nem szeretném, de vannak olyan pontok, amelyeket ki szeretnék mindenképpen emelni. Nyilván mindenki a saját bőrén tapasztalta azt az energiaválságot, amely tavaly kora tavasztól egészen év végéig és a tél végéig mondhatjuk, hogy tartott. Ez az önkormányzati intézményeket, köztük a polgármesteri hivatalt is nagyon súlyosan érintette. Ugyanis az önkormányzat, illetve az összes intézménye korábban az egyetemes szolgáltatás hatálya alá tartozott. Ez azt jelentette, hogy mondhatjuk, hogy lakossági áron jutottunk hozzá az energiához, tehát a gázhoz és a villanyhoz. Na, ez egy csapásra megszűnt. Mondhatjuk, hogy ki lettünk lökve a világpiacra, és azt kellett folyamatosan követni az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak is, hogy a világpiacon, a tőzsdén éppen milyen árak vannak, és hogy érdemes szerződnünk azzal az egyetlen egy szolgáltatóval, amely érvényes pályázatot tudott a kiírásunkra beadni. Ugye ez volt az egyik dolog, amivel mi próbáltunk megküzdeni ebben a nagyon merev költségvetési rendszerben, hogy ne szálljunk el, mint önkormányzat, vagy mint polgármesteri hivatal, ezekkel a kiadásokkal. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként sikerült. Tehát az év végén már láttuk, hogy bent tudunk maradni a tervezett számokban. A másik, amit tettünk ennek érdekében, hogy már a válságot megelőzően is nagyon sok energiamegtakarítási beruházást végeztünk el itt a polgármesteri hivatalban is, a többi intézményben is, gondolok a kazán cserékre, a hivatalban, a művelődési házban, az épület korszerűsítésekre, nyilászáró cserékre, ugye a lámpatestreket itt a polgármesteri hivatalban és gyakorlatilag az összes intézményben megléptük, és ez egy olyan jelentős megtakarítást eredményezett, hogy mondhatjuk, hogy nem is látszódik mondjuk a világításban az, hogy háromszor, négyszer többe kerül a villanyáram, mert a LED az ennyivel kevesebb áramot fogyaszt, és egyébként a közvilágítás tekintetében is jelentős. Tehát az, hogy az önkormányzat időben meglépte azt a közvilágítás korszerűsítést, ez súlyos 10 millió forintos megtakarításokat jelentett. Ez ugye a polgármesteri hivatal ennek mondjuk azt, hogy valamilyen szinten a motorja kellett, hogy legyen, tehát ezt azért emeltem ki, bár az egész önkormányzatra kiterjedt ez a feladatkör. De azt is láthatjuk, hogy a 2022. évben elértünk az ingatlan építkezések bumjával egy csúcsot, tehát talán a tavalyi év nyara volt az a legdurvább periódus, amikor rengeteg ház épült, éppen befejezték az építkezéseket, vagy az elszálló árak, tehát az építőanyag árak miatt félbe maradtak ezek az építkezések. Tehát azt is láthatjuk, hogy elég sok ilyen félkézbe dőlt eladásra váró ingatlan van. Ugyanakkor azért nekünk nagyon sok és nagyon komoly problémánk van változatlanul ezekkel az építkezésekkel. Ki kell hangsúlyozni, hogy túl sok hatásköre az önkormányzatnak nincsen. Maradt csupán a településképi kontroll, amit a főépítész gyakorol. Mondhatjuk, hogy talán egyre jobb hatásfokkal, mert sokszor csak utólag jut el hozzánk egy-egy építkezésnek az iratanyaga, amikor már állnak a falak.
és nekünk így azért elég nehéz dolgozni, nagyon kevés az az eszközrendszer, amivel megfelelően tudunk nyomást gyakorolni az építkezőkre. A polgármesteri hivatal adócsoportját szeretném külön kiemelni. A tavalyi év adóbevételei azok a tavaly előtti évnek az igen nyereséges iparűzési adó, stb. Kiterjedő adóit takarja. Bízunk abban, hogy a 2023. évben is ilyen mértékű adótöbletünk lesz. Nyilván óriási szerencséje Solymárnak, hogy rengeteg kereskedő települt ide. Ezek a kereskedők az infláció, illetve a náluk jelentkező áremelkedést, ha a forgalom csökken is, úgy élik meg, hogy lesz egy többletbevételük, és lesz nekünk egy többlet iparűzési adóbevételünk. Abban bízunk, hogy nem fog egy-két év múlva visszacsapni ez, ahogy mondjuk 2008-9-10-ben történt, hogy egy idő után csökkenő tendenciába fordult az adóbevétel. Reménykedjünk abban, hogy nem következik be olyan stagnálás, amelyet az önkormányzatnak ezt ismételten meg kellene élnie. Egy fontos dolgot emelnék még ki, ami a műszaki irodát érinti, hogy elvették tavaly tavasszal a polgármesteri hivataltól azt a jogkört, hogy a telekalakításokat szakhatóságként véleményezze. Ugye ha ezt átgondoljuk, akkor ennek valójában az az igen jelentős problémája, hogy az a helyépítési szabályzattal összefüggő ilyen feltüntetett, meg meghúzott szabályozási vonalakat nem tudjuk kontrollálni. Nem tudjuk kontrollálni a telekalakításokat, a közterületek kialakítását, a kellő szélesítéseket, és így az állami főépítészre kell valamilyen szinten hagyatkozunk. Az a probléma, hogy egyelőre vagy ilyen kezdő lépésekben azt láttuk, hogy nem teljes mértékben következetes. Mondhatjuk, hogy nagyon sok problémánk adódott már a tavalyi évben ebből, én bízom benne, hogy 2023-ra ez valahogy be fog állni, és nem lesz ezzel probléma. Ugye tavaly évben volt a KSH által irányított népszámlálás, ami óriási terhet rótt egyébként a polgármesteri hivatalra. Itt szeretném a kollégáknak a kiemelkedő munkáját megköszönni, illetve azoknak a bevont számlálóbiztosoknak, akik elég sokan voltak. Egyébként, hogy ilyen kitartóan végezzék azt a munkát, ami teljesen elektronikus felületen történt, és borzalmasan gyenge lábakon állt ez a szoftveres felület. Én több kritikát is megfogalmaztam, hát majd meglátjuk, hogy ha lesz egyáltalán még ilyen népszámlálás, akkor reméljük, hogy hatni fog. A tavalyi évben zárult le, és reményeink szerint idén már teljes egészében minden kárpótolt megkapta a vagy földben, vagy a pénzben a járandóságát, a solymári kárpótlás, ez egy óriási dolog volt. Ebben a polgármesteri hivatal nem csak helyet adott az egyes gyűlésekre, a közvetítés helyét az állampolgárok, a kárpótlásra várók, illetve az állam között, hanem ugye a hagyatéki eljárásokban egy különösen sürgős gyorsügyintézéssel minden létező segítséget igyekeztünk megadni, és bízom benne, hogy a solymáriak ezt valóban tapasztalták. Tehát hatásos volt a munkánk. Hogyha esetleg van még kérdés, akkor természetesen állok rendelkezésre. Herendi Szabó Csilla. Köszönöm a szót. Én tényleg csak dicsérni tudom a Mártnak a munkáját, mert tényleg nagyon szép anyagot ide letett elénk, akár szöveges, akár számszaki tájékoztatásba. Egyetlen egy észrevételem van, egy számszaki eltérést találtam benne, azt ha esetleg megnéznéd, amikor ott van egyszer, hogy az önkormányzat a 70 év felüliek karácsonyi támogatása egyszer 10.840.000 forint, ez egy ilyen táblázatban van, és pár sorra lejjebb ugyancsak
szerepe, hogy 70 év felüliek karácsonyi támogatása 2022-ben, ez pedig 11.272.000 forint. Most melyik akkora valós, ezt nézzétek majd. De mind a kettő táblázatos. Jó, köszönöm. Jó, köszönöm. Kérdezem, egyéb kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, akkor jóváhagyásra teszem fel a hivatal beszámolóját. 11 igen, egy hangú, köszönöm szépen. Következik az 57/2023-as számú előterjesztés. Ingatlan vételi szándék a Hold utca 35-90/5 helyrajzi számlat levő ingatlan vonatkozásában. Ez ugye a Hold utcának a vasút felől eső részén van nagyjából középtájon, és itt van néhány önkormányzati ingatlan, és egy szomszéd szeretné ezt megvenni. Cserangéla, a bizottság elnöke. Köszönöm. Igen, a Hold utca 35-90/4-es helyrajzi számú tulajdonosa kérte, hogy a szomszédos önkormányzati per 5-ös telket szeretné megvenni a sajátjához. A kettőből egy ingatlant készítene összevonás után, mert ezen a területen 1500 négyzetméteres ingatlan méret fölött lehet 3%-os beépítettséget eszközölni. Zárt kertről van szó. A bizottság támogatta ennek az ingatlannak az eladását. Én személy szerint nem, mert én nem szeretnék zárt kerti részben ingatlant értékesíteni, mert úgy érzem, hogy ezeknek a jövőben sokkal nagyobb értéke lehet, mint most. Sokkal több pénzt ki tudnánk belőle majd, nem a mostani önkormányzatok, hanem majd idővel a későbbi solymári önkormányzat jobban tudná hasznosítani esetleg. Úgyhogy én ezt nem támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát akkor a bizottság azt mondta, hogy támogatja, ha jól értem. Tehát a bizottság azt mondja, hogy támogatja, és két értékbecslő által készített szakvéleményt kell bekérni. Gulyás István. Köszönöm szépen. Pénzügybizottság is tárgyalta ezt a előterjesztést, és mindenképpen támogatja, már csak azért is, mert ugye a lakos, vagy az ingatlan tulajdonos jogszerűen próbál eljárni, szemben nagyon sok más külterületi ingatlannál, ahol ugye ráépítettek különböző méretű házakat a külterületi vagy zárt kerti részekre. Itt ez a lakos jogszerűen jár le el engedélyt, kér, pontosabban hát szeretné ugye teljesen hivatalosan az ingatlan önkormányzati ingatlan megvásárlásával ugye a céljait megvalósítani. Tehát az a határozati javaslat, melyben a vételi szándék támogatása, illetve a polgármester úr felhasználmazása, hogy két értékbestős szakvéleményt kérjen be, a pénzügybizottság egyhangulat támogatta. Köszönöm szépen, tehát akkor a PB is támogatta a határozati javaslatot. Kérdezem, egyéb hozzászólás van-e? Nincs. Akkor én azt teszem be a szavazás, hogy a testület támogatja a vételi szándékot, és felhatalmazza a polgármestert, hogy két értékbecslő által készített szakvéleményt szerezzen be az ár későbbi megállapítására. Erről szavazunk. Tíz igen, egy nem, nulla tartózkodással jóvá hagyta a bizottság előtt erre javaslatokat a testület. Következik az 58/2023-as előterjesztés. Tessék? Várjuk meg. Jó, akkor az utolsót, akkor javaslok egy napirendmódosítást, mivel még nincs itt a főépítész úr, legfeljebb tartunk egy kis szünetet. Napirendmódosítást tárgya, hogy most a következőkben tárgyaljuk a 62/2023-ast a országgyűlési határozatról szólót.
Naprendmódosításról szavazunk. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás, két képviselő nem szavazott. Jóvá hagytuk a napirend módosítást, tehát akkor most soron következik a 62/2023-as számú előterjesztés, határozat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról. Ugye ez az előterjesztés, amit Szita Károly, a Megyeri Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere indított el útjára, ez gyakorlatilag arról szól, hogy az országgyűlés 5/2023 harmadik hó 31-én született határozatával a testület egyetért, és csatlakozik hozzá. Erről szól az előterjesztés, Bárány Balázs képviselő parancs. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Itt az asztal körül mindenki békepárti, és talán erről nem is kéne ennél többet mondani, de Kővár András képviselőtársam egyszer azt kérte tőlünk, hogy néha-néha, amikor nem egyértelmű, akkor magyarázzuk el a szavazási magatartásunkat, és ki vagyok én, hogy ennek nevessem magam alá, úgyhogy most ez következik. Mi beszélgettünk erről az előterjesztésről, Miklós azért is javasolt, amit az ülés elején javasolt, mert az az álláspontunk. De hát nyilvánvalóan nem tud mindig a mi akaratunk érvényesülni ebben a testületben, és ez így is van rendjén. Nemmel nem fogunk rá szavazni, mert egy jó részével egyetértünk. Igennel nem fogunk rá tudni szavazni, mert egy kis részével nem értünk egyet. Tartózkodni nem tudunk ebben a kérdésben, mert nem hiszem, hogy az egy helyes álláspont lenne. A mi álláspontunk az, hogy ilyen aktuál politikai jellegű előterjesztést mi örülünk annak, hogy nem nagyon szokott ez a képviselőtestület tárgyalni. Most is jobban örültünk volna, hogyha nem tárgyalja, de túl fogjuk élni azt is, hogy rajta maradt a napirenden. Ebből kifolyólag viszont mi nem fogunk gombot nyomni ennél a napirendi pontnál. Az asztal ez a sarka, azt hiszem valahol itt lesz a katár talán, jól sejtem. És az 5 másodperc türelmet, amit kapunk tőletek, amit megvárjuk a szavazógépnek a lezsengését, azt köszönjük szépen innen is. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor határozathozatal következik, most lehet szavazni. Na, jó, hamar lecsengett. 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 képviselő nem szavazott, jóvá hagyta a testület a határozathoz való csatlakozást. Folytassuk a munkát. 58/2023-as számú előterjesztés következik. Solymár Fészek Waldorf iskolafalu elsütem, gimnázium építése kapcsán megvalósuló Váralja utca kiépítése. Szeretettel köszöntöm Pap Dávidot, Solymár nagyközség főépítészét, aki szintén részt vesz a következő előterjesztések tárgyalásában. Ugye a nevezett iskola központnál a Váralja utca, ami ott befelé vezet ugye a Rókus utca felől, ezen a szakaszon parkolókat kell kialakítani, és a Waldorf vállalta ennek megépítését, csak hogy arról volt vita, hogy mennyi számú parkolóhelyet kell biztosítani. Úgyhogy ez volt a probléma, és most a szükséges parkolószámot összerakták ebben az anyagban, illetve a határozati javaslatban az önkormányzat egy sor kikötést tesz, mint a szomszédos terület megközelítését, illetve azt, hogy ez nem lezárható, továbbra is közterületként kell működnie. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, vagy ha szeretnél valamit hozzátenni? Hát szívesen összefoglalom én is. Nyom meg! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye ami miatt ez egy hosszabban elnyúló egyeztetési folyamat volt, az az, hogy maga az iskola, ugye két telekkel rendelkezik a Waldorf intézmény, mondjuk így. Az egyik telek, amin megépült a sportcsarnok, és a másik telek az, amire jelen pillanatban terveznek egy gimnáziumot, illetve egy alsó tagozatos általános iskolai épületet. A gimnáziumot még Makovec Imre tervezte jó pár évvel ezelőtt. Ennek okán adódott lehetőség arra, hogy a tervezést folytassák, és aztán bízva abban, hogy támogatásból maga a létesítmény is fel tud épülni.
Egy iskola falut kívánnak itt ezen a két telken kialakítani. Alapvetően a két telket együtt kezelik, jogi problémák okán kell egyik, illetve másikon elhelyezniük most az épületet, és akkor az itteni felmerülő parkolószámok kapcsán volt sok egyeztetésünk, most arra kitisztult ez a kép, tehát a szükséges minimális parkolószámnál, ami a gimnáziumot és az általános iskolát ellátja, többet tudnának itt a közterületen elhelyezni, hogyha nem tévedek, akkor most 34 darab parkolót alakítanának ki, illetve építenék meg a közterületen az útszakaszt is, ezzel több parkolót biztosítanak, mint amennyit a gimnázium és az általános iskola igényelne, illetve ezen túl menően a sportcsarnok területén is van többlet parkolójuk, tehát a további mondjuk felső tagozatos iskola fejlesztése okán is még van parkoló számuk, amit tudnak majd használni. Nekik fontos, ennek az iskolafalú létesítménynek fontos, hogy ezek a telken belüli parkolások ne zavarják meg az ottani kialakuló kis tereket, egy épületek közti átjárásokat, hogy ez ne egy parkolótér legyen ott, hanem egy közösségi tér, úgyhogy ennek okán volna ez a egyesség az önkormányzat, és mondjuk úgy, hogy az iskola vagy a beruházó között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem a testetet, kérdés, hozzászólás, Cserang Géla bizottság elnöke. Igen, a bizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot, és szerencsére oda jutottunk, hogy tudjuk támogatni. Azt azért tegyük hozzá, hogy minden építkezésnél saját ingatlanon belül kell a parkolást megoldani. Ez egy olyan eset, amikor közcélú feladatnak az ellátásáról van szó, és ilyenkor van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy méregeljen és besegítsen ezzel, hogy a közterületen oldhassa meg a parkolást. A végeredmény az az lesz, hogy egy szerződést kell kötnünk majd a Waldorffal, és akkor jó lenne, hogyha a műszaki tartalomnak a pontosításába majd kitérnénk, mert nem tudom, át kell gondolnunk, hogy a hátsó szomszéd milyen hasznosítási lehetőséggel rendelkezik, ennek megfelelő útminőség, vagy hát a területre vonatkozó útminőséget kell majd azért valahogy rögzítenünk a szerződésbe. És nagyon örültem, hogy a bizottság azt hiszem, hogy teljes létszámmal tudta támogatni a végén ezt az előterjesztést, mert gondoljunk arra, hogy lehetőségünk van arra, hogy ez a sok kis Waldorf intézmény, ami most a faluban van, az egy helyre kivonuljon, az a sok kis közlekedési anomália, ami szokott reggelente adódni a faluban mindenféle szülői szállítás miatt, gyermekszállítás miatt, az hát, hogyha egy kicsit kijebb tud kerülni, és hát, hogyha mentesíteni tudjuk ezáltal a falunak a belső magját. Úgyhogy én azt mondom, hogy támogassuk ezt az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor a bizottság által is támogatott határozati javaslatot teszem fel szavazásra, most lehet szavazni. Tizenegy igen, egyhangú szavazással a képviselőtestet jóvá hagyta a határozatot. Következik az 59/2023-as számú előterjesztés, helyi építési szabályzat és szabályzási terv módosítása ügyében beérkezett lakossági kérelem. Az ügy a Kraugartenről szól, ugye a Kraugarten tulajdonosi közössége fordult a testülethez, hogy módosítani szeretné a helyi építési szabályzatot, amiben viszont a testületnek döntenie kéne, hogy milyen paraméterek mentén kezdheti meg a munkáját ez a lakóközösség által megbízott településtervező. A benyújtott kérelemben 630 négyzetméteres legkisebb telekméretet, 20 méteres telekszélességet, beépítési százalék módosítását, bizonyos részen lapos tetős házak építésének engedélyezését, a teljes úthálózat módosítását, sétáló utca biztosítását az önkormányzati területeiből,
park és játszótér kialakítása. Ugye a jelenlegi szabályozási tervben is szerepel egy ZKK terület, tehát egy közpark terület ezen a részen, tehát ez az utóbbi, ez megvalósítható lenne a jelenlegi szabályozási terv szerint is. Parancsoljatok! Igen, ha szabad, némi ilyen vizsgálódást ennek kapcsán tettem, az egész területre vetítettem. Az egész terület az összesen durván 140 ezer négyzetméter. Ebből ugye nyilván lejönnek az út, maga az úthálózat, van ez az EKK övezet, van egy vízgazdálkodási terület, és az a terület, amit az önkormányzat ugye a temető bővítésére kapna meg, vagy hasznosítana ebből a területből. Mindezek levonása után körülbelül 97 ezer négyzetméter az, ami a telkek területét fedi le. Ugye a jelenlegi szabályozási tervben van egy javasolt telekosztási elképzelés, ez az akkori tulajdonosokkal történt egyeztetés keretében készült el, terület arányosan, kinek mennyi területe van, tehát egy elég alapos munkaként készült amúgy ez el. Ott az 93 telekre osztja ezt, és akkor ezt vizsgáltam én, hogyha ezt a 97 ezer négyzetméteres területet osztjuk a telek számokkal, akkor milyen területek jönnek, milyen telek minimum területek jönnek ki, hogyha 93 telekkel nézem, akkor körülbelül 1044 négyzetméter jut egy telekre. A jelenlegi szabályozás értelmében 800 négyzetméteres a minimálisan kialakítható terület, hogyha ezt szintén a 97 ezeret 800-zal osztom, akkor ez 121 egész valamennyi, tehát 121 telek. A megfogalmazott kérés szerint emlékeim szerint 700 és a 630 merül fel, tehát 630 volna nekik az ideális, de a 700 is felmerült. Hogyha ezeket is nézem, akkor a 700-zal osztva 138 telek, tehát plusz azt mondja 17 darab telek. Ha a 630-al, akkor már 154, tehát akkor az a 121-hez képest, a jelenlegi minimálishoz képest az 23 plusz telket jelent. Ugye ez azért fontosak ezek a számok, mert azért ezeken a telkeken nyilván családi házak épülnek, megjelenik telkenként minimum két autó, megjelennek gyermekek, akiknek az ellátásáról gondoskodni kell, tehát sok-sok következménye tud lenni ennek. Ugye ez egy kertvárosi övezet szeretne lenni, ami nyilván nem arról szól, hogy kis telken és minél nagyobb beépítéssel egy sűrű beépítési szövet jöjjön létre, hanem minél inkább zöld övezeti terület tudjon maradni. Fontos megjegyezni, hogy ugye arról már korábban döntés született, hogy a hészmódosítás keretében a jelenlegi minimális telekterületen is lehet két lakást kialakítani, ezt ugye szeretnénk módosítani és egyre csökkenteni, tehát hogy egy telken egy darab lakás lehessen csak, az nyilván erre a területre is igaz volna, hiszen ez az egész településre kiterjedne ez a módosítás. Ez, ami a telek területet illeti, azzal kapcsolatban szerettem volna ezt mondani. A telek szélesség minimum az jelenleg 18 méterben szabályozza meg a szabályozási terv. Ugye ez azt jelenti, hogy minimum akkora, tehát ettől nagyobb lehet. Ugye ők most 20-at kérnek minimumnak. Nyilván lehet most is 20, de lehetne 18 is. Én azért nem tartom szerencsésnek a széles, és ezáltal egyre inkább négyzetes telek területeket, mert azokon az beépülő épületek is nyilván ezt a formát, tehát nagyobb építési hely van, szélesebb építési hely van, ezt követik le. A településképvédelmi rendelet az pedig inkább olyan házak támogatására van felfűzve, amik a hagyományos hosszú házbeépítés, kis traktus szélességű, magasabb hajlásszögültetőkkel beépülő telkeket mondjuk úgy, hogy preferálja, tehát ha így nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor nem a mediterrán vonalat, ami meg jobban, a szélesebb négyzetes telek jobban kedvez egy ilyen mediterrán hangulatú beépítésnek, ami nem gondolom, hogy bármilyen úton, módon cél lenne. Persze nem parasztházakat kell építeni, nyilván mai formavilágban lehet gondolkodni, de ettől még van egy hagyományos építési rend, egy arányrendszer, amit jó volna tartani és követni. Kitérnek a hajlásszögre is, ami igazából nem érthető, mert ez az övezet ez jelenleg is olyan besorolásban van, hogy itt akár lapostetős épület is elhelyezhető, illetve magastetős is, tehát hogy ez éppen jelen pillanatban abszolút szabadon tervezői kérdéskörben kezelhető.
Úgyhogy a magam részéről én mindig azt fogalmaztam meg, hogy a 804, tehát hogy nem, őszintén szóval nem annyira látom annak okát, hogy ezen a szabályozási környezeten változtatni kéne. A terek terület csökkentéséről nyilván ez egy testületi döntés, erről lehet beszélni. Az egyéb paraméterek változtatásának településképi, vagy mondjuk így, hogy műszaki okát én nem látom indokoltnak. A másik fontos kérdés ez megint kevésbé településképi vagy műszaki kérdéskör, hogy az önkormányzatnak jelenleg rendelkezésre álló területe, ez kb. 26.700 négyzetméter, ebből mi az, ami, tehát nyilván a temető terület az az önkormányzati területből megy, de hogy mondjuk ez az általuk most megjelölt sétáló utca, mert ez igazából az ő elképzelésükben jelenik meg, Azt az önkormányzat biztosítja a saját területéből, vagy szintén közös területből megy, ez egy döntés kérdése, aminek meg kell vitatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cserangéla. A bizottság hosszasan tárgyalta ezt a határozati javaslatot. Tegyük hozzá úgy, hogy ez múlt hétfőn volt, vagy most? Múlt hétfőn volt. Úgyhogy a napirendi pontok közé nem volt fölvéve, úgy esett be ez a kérelem, lakossági kérelem, de a bizottság rászánt egy másfél órát, és meghallgattuk, elkezdtünk vitatkozni, megpróbáltunk egyezkedni, megpróbáltunk az elképzeléseinket közelíteni, a bizottságunk részéről nagy rugalmasságot tudtunk biztosítani szerintem, viszont a túloldalról nem tudtuk érezni, mert a képviselő, a területnek a képviselője, a képviselő úr azt mondta, hogy ők nem tudnak belemenni olyanoknak a módosításában, például, hogy a közterületre leadandó területmértéket egységesen a tulajdonok arányába valósítsuk meg. Mi ezt az irányt szerettük volna képviselni. Itt jött be az a kérés, amit a főépítész úr említett, hogy például sétányt terveznek a pataknak az oldalába, szélébe, amit úgy képzelnek el, hogy az teljesen az önkormányzatnak a vagyonából valósítsunk meg. Mi azt mondtuk, hogy ebben is egyezkedni szeretnénk, de a képviselő úr azt mondta, hogyha ezek nem valósíthatók meg, akkor ő nem tudja garantálni, hogy ez a mostani szabályozási terv módosítást a tulajdonosok hasznosítani fogják, vagy e szerint fognak dolgozni. Úgyhogy át kellene nekünk gondolni esetleg, hogy tényleg csak magába a csomag, az egész csomagnak az elfogadását egybe próbáljuk meg, mert hogyha részpontokban meg tudtunk egyezni, de vannak olyan pontok, amik szerintük elfogadhatatlanok, akkor az azt jelenti, hogy a megegyezés nem fog megvalósulni. Úgyhogy gondoljuk át, hogy van ennek értelme, hogy most amiben megegyeztünk, az elfogadjuk, vagy pedig kezdjük újra a tárgyalást. Nem tudom, azonnal megadom a szót, ketten jelentkeztek még. Azt még el tudom képzelni, hogy mondjuk a mi mosti ZKK terület, hogy annak a kialakítását esetleg, persze ezt nem én döntöm el, hanem a testület, hogy azt a saját területükön alakítsuk ki. De ez a teljes sétány, ez ugye tartalmazná a közcsatorna fővezetékének, az 500-as vezetéknek a nyomvonalát, plusz attól még a patak helyrajzi számi tervérző sávot. Most ez így összesen 6000, majdnem 7000 négyzetméter, így ez az egész, amit mondtam. Tehát az a helyzet, hogy ugye az eredeti szabályozás szerint ott egy út ment volna, ami olyan széles egyébként, már fizikailag, mert a patak parton is el lehet, hogy azon akár mellette
gyalogút vagy kerékpárút, járda, bármi kialakítható, tehát úgy ott bőségesen lenne hely. Itt gyakorlatilag az a probléma, ugye, hogy itt egy sokkal sűrűbb úthálózatot szeretnék csinálni, ennek megfelelően viszont sokkal több területet kell leadni. Ugye minél sűrűbb úthálózatot csinálunk egy területen, annál többet kell leadni. Herendi Szabó Csilla. Köszönöm. Kérlek, segítsetek nekem. Tehát én ugye 3,5 éve ülök itt együtt veletek. Úgy érzem, hogy ez sokkal régebbre visszamenő dolog. Hogy itt most pontosan hány telekről van szó? Itt most úgy hallottam 93 telket, 140 telket, tehát most nem is vagyok teljesen képbe, hogy most, meg ahogy a leírat alapján itt nézegettem, nadrágszíj telkekről van szó, legalábbis egy jó része, hogy most ez hova vegy vissza, vagy egyáltalán, köszönöm. Na. A Kraugarten területe az ugye mindig is a község belterülete volt, mint a neve is mutatja, káposztás kert volt, később másféle terményekkel, de mindig be volt valamivel vetve, lucernával, kukoricával, sok mindennel. Jelenlegi állapotában ez a terület ilyen hosszú csíkokból áll, 3-4-5-8 méteres csíkokból, tehát az egész csíkokból áll jelenleg. Az önkormányzat 10 sok éve képviselőtesteti döntéssel egy tervpályázatot írt ki, hogy milyen beépítést szeretnénk látni. Erre különböző tervjelző irodák jelentkeztek, és nagyjából azt szerette volna mindenki, hogy az a kertvárosias lakóterület, amilyen Solymáron jellemző, valami hasonló fizimiskája legyen az egész területnek. Így elkészült erre a területre külön egy szabályozási terv. Ez a szabályozási terv tartalmazott egy telekalakítási tervet is. Ebben a telekalakítási tervben szerepel az a 93 terület, figyelembe veszi azt, hogy ugye van egy fővízvezeték, van egy gázvezeték, figyelembe veszi azt, hogy a temető parkoló, illetve a temető bővítésének területe a szerkezeti tervünkben hogy helyezkedik el, és kialakít a terv egy közpark részt a Major utcai sarkában a területnek, amit kifejten valóban már akkor is valamiféle játszótérnek vagy ilyesminek szántunk. Ez a szabályozási terv hatályban van 15 éve körülbelül, vagy 14 éve, nem is tudom pontosan mennyi idő alatt jogerősödött, ugye ezt a szabályozási tervet elfogadta a képviselőtestület. Ennyi idő nem volt elég a tulajdonosoknak ahhoz, hogy megegyezzenek egymás közt, hogy miután mindenki a területéből leadott 21%-ot, ezután ugye valaki vagy ki tudott alakítani egy, vagy másfél, vagy akárhány telket, vagy nem, vagy mondjuk két embernek lett együtt mondjuk 800 négyzetméterre. Tehát a megoldásnak annak kellett volna lenni, amit én rojtosra beszéltem a számot már közmeghallgatásokon, meg mindig, mikor ez felmerült, hogy a tulajdonosoknak le kellett volna ülni, kitenni az asztal közepére egy nagy kalapot, megegyezni egy négyzetméter árba, és azt mondani, hogy akkor mit tudom én, nekem kell még 100 négyzetméter, akkor én azért fizetek, te meg leadsz annyit, te meg kiveszed a kalapból, stb. Így lehetett volna ezt megoldani, de sajnos a tulajdonosok ebben nem tudtak dűlőre jutni. Voltak itt olyan jelenetek, mikor bejött az egyik tulajdonosi csapat, és azt mondta, hogy ez így mindenkivel meg van beszélve, így lesz jó. Utána bejött a másik vasvillával, hogy ki mondta azt, szó sem lehet róla, stb. Tehát ezen az akkori építész, település tervező asszony nagyon sokat dolgozott, hogy a legoptimálisabban, tényleg valamiféle ilyen mátrixos optimalizálással kihozza, hogy körülbelül hogy lehet legjobban összerakni ezt az egészet. Ugye itt az a kérdés, hogy mivel a tulajdonosok erre nem voltak képesek, most azt mondják, hogy ők csinálnak egy új szabályozási tervet, amit ők fizetnek, és mi meg járuljunk hozzá ehhez. Ez az előterjesztés azért van most előttünk, hogy azért az a szabályozási terv készítője, aki ezt készíteni fogja, annak valamit tudnia kell, fő paramétereket, mit rajzolhat bele, miben gondolkozhat.
Ugyanis itt keletkezik egy komplett új úthálózat, egy teljesen más telekosztás, és amit a főépítész úr az előbb elmondott erről a 120 telek, 140 telek, stb. Gyakorlatilag azt elemezte végig, hogy most van a szabályzási terv szerint 800 négyzetméteres átlag méretű telkekből 93, hogyha lemegyünk 700-ra, akkor lesz 120 valamennyi, ha lemennénk a 630-ra, amit a tulajdonosok kérnek, akkor meg lenne 150 telek. Több mint 150. Ez az egyik fő probléma, úgyhogy ezt a testületnek kell eldöntenie, hogy mi legyen ezzel. Tehát ez itt a kérdés. Ugye a bizottság a négy fő pontban egyértelmű választ adott, javaslatot tesz 700 négyzetméterre, 5 méteres épület magasságra, legkisebb kialakítható telekszélesség 18 méterről, és hogy a temető bővítési terület a főútról megközelíthető legyen. Az összes többi kérdés, azt hiszem, hogy az építési telken egy lakórendeltetés helyezhető el, ezzel mindenki nagyjából egyetért. Ahogy kibiztosítsa a sétány területét, ha sétány lesz, az ugye szintén kérdése az önkormányzatnak. A csapadékvízre azt kérik, hogy ne kelljen szikkasztani, országos előírás, tehát mi arra nem adhatunk felmentést, egyre adhatunk, hogy mivel milyen kapatak, ha építenek egy csapadékcsatornát, akkor mi, mint befogadó, befogadjuk azt a vizet. Tehát azt viszont olyat nem mondhatunk, hogy nem kell elszikasztani. Tehát mondhatjuk, hogy nem kell, de akkor meg kell építeni a csapadékvíz elvezetését az egész rendszerre. És hát ugye a közművesítés az meg nyilvánvalóan a tulajdonos közösség feladata, mint mindenhol, ugye, akár a Hutvejdén, akár a Kerekhegyen. Dalos Attila, parancsol. Köszönöm a szót. Elég, tehát a körzetemhez is tartozik a terület, meg nagyjából végigéltem az elmúlt 30 évnek a disputáit ezzel a területtel kapcsolatban, illetve sok szálon kapcsolódom is hozzá. Úgyhogy ennek kapcsán egy pár szót azért ehhez hozzáfűznék. Tehát egyrészt ugye mindenki azt a kérdést teszi föl, hogy hát miért kell a Kragárten gyönyörű szép zöld helyzetén változtatni. Nagyon egyszerű. Tehát egyrészt ez nagyjából 30 éve napirenden van, egyszerűen nem jutott a dolog egyről a kettőre, nagyjából annak mentén, amit a polgármester úr elmondott. De azért látni kell, hogy míg mondjuk a Hutvejde esetében jelenleg is probléma az, hogy tárjuk fel a területet, hogy lehet ezt közlekedéssel ellátni, közművekkel mi egymással, addig a Kragárten gyakorlatilag körbe van épülve, az összes közmű keresztül megy rajta, körbe van rakva buszmegállókkal, az egyik végében a vasútállomás van, tehát igazából sokkal kézenfekvőbb lakó terület, mint bármi más Solymáron. Hát ez az egyik pontra a válasz. A másik dolog azzal kapcsolatban, amit a elnök asszony felvetett, hogy egybe kéne az egész dologról megegyezni. Én azt gondolom, hogy talán én ezt azért vitatnám, mert a bizottságon is, ahogy végigmentünk a pontokon, amit szintén polgármester úr felsorolt, tehát az a 700 négyzetméteres minimális beépíthetőség, vagy telekméret, 18 méteres telekszélesség, illetve most az összes többit nem sorolom föl. Én azt gondolom, hogy ezek tulajdonképpen elfogadható dolgok, annál is inkább, mert nagyjából Solymár nagy részén ezek a paraméterek azok, amik egyébként érvényben vannak, tehát igazából a Kragárternek nem kéne ettől érdemben eltérni, hanem egyszerűen ott is alkalmazni kell azt, ami a falu többi részén is megvan és elvárás. A házak kialakításával kapcsolatban nyilván nem teljesen vagyunk konszenzusban a főépítész úrral, de hát szerintem ez igazából ez még egy elég, tehát ez egy távolabbi híd, amin szerintem jelenleg nem kell átmennünk. De én azt gondolnám, hogy ahhoz, hogy egyáltalán ebben az ügyben érdemben előre lehessen lépni, legalább azokban a pontokban, amiben én azt gondolom, hogy elég egyértelmű az álláspontja a bizottságnak is, illetve én azt gondolom, hogy a tulajdonosok is azért kénytelenek elfogadni azt, hogy nem lehet külön szabályozást a Kragártenre a falu egészéhez képest alkotni. Szerintem ebben azért ezért bele lehet és bele is kell menni. Úgyhogy nekem az lenne a javaslatom, hogy legalább ezekben a pontokban döntsünk, hogy lehessen egyébként a szabályozási terv meg a kialakításával haladni. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Szerintem majd vegyük végig egyesével, mindjárt megadom a szót, szerintem majd akkor vegyük végig egyesével ezeket a pontokat, hogy hogy látja a testület. Nem akarom egyesével megszavaztatni, csak hogy úgy bólincsatok, hogy van konszenzus benne, mert akkor kéne most itt csinálnunk 11 szavazást, vagy akármennyit. Parancsolj! Igen, akkor mehetünk, bár ez a... amit a bizottságon határoztunk, az nem teljesen esik mindenhol ezzel egybe, kicsit bővebb volt nálunk. Tehát a legkisebb kialakítható terek méretnél a kérelem az 630 volt, az előző szabályozásnál 800 négyzetméter volt, a bizottság javaslata, hogy menjünk a közös döntés irányába, legyen 700 négyzetméter, ezt támogatta a bizottság. Akkor a legkisebb kialakítható telek szélesség, ez eredetileg 18 méter volt, ők a 20 métert kérték, de hát ez a halmaz egymás fedi, tehát a 18 méter legkisebb telekméret tartalmazza azt, hogy lehet legkisebb 20 méter is, úgyhogy a bizottság maradt abban, hogy a 18 méteres telekszélességet állítsuk be, és akkor majd kialakulnak ahhoz szükséges. Akkor nálunk volt olyan, hogy legnagyobb épületmagasság. Ez ugyanaz, azt a paramétert vettük, mint ami egységes a falunak a LKE övezetében, ez az 5 méter. Akkor a beépítési százalék volt még nálunk, olyan, hogy 800 négyzetméternél nagyobb telek méretnél 20%-os beépítési százalékot javasoltunk. Igen. 800 négyzetméter felett 20%-os. 20%, és az alatt? Az alatt 25%. Igen, tehát 700 és 800 külön pedig 25%-os beépítettség. Jó? Így van. Akkor volt olyan, hogy részben lapos tető, ez a mostani hész is biztosítja a részben lapos tetőt, ezt tudjuk. Az úthálózat módosítás az egyértelmű, mivel a régi szabályozás nem jó, tehát új úthálózatnak a kiépítését javasoljuk. Abba viszont már nem menjünk bele, mint ami a kérelemben volt, hogy minimális, egyirányú, nagyon keskeny utakat akarnak, mert ez nem működik. Olyan nincs, hogy a telken belül nem szikkasztunk el vizet, az összes közművet az út alatt kell vezetni, nem lehet 5 méter széles utakat kialakítani, de ebbe ne is menjünk bele, mert erre megvannak az előírások, majd akkor tárgyalunk róla, amikor oda jutunk. A pontos szabályozási paramétereknél. Akkor volt az ominózus sétáló út kialakítása az önkormányzati területből. Itt közel 7000 négyzetméterről van szó. Az előző variációnál nagyon jó volt, mert ott az út ment volna rajta, tehát abba a funkcióba benne lett volna a közműellátás, a gyalogos, a gépjármű, a sétálás, a zöld, minden belefért volna. Most azt, hogy az önkormányzat teljes egészében ezt a területet fedezze, nem tehetjük meg szerintem, mert itt van 100-valahány tulajdonos, akit ezt érint, viszont nekünk a vagyonunkkal való gazdálkodás, látjuk azt, hogy ha plusz telkeket tudunk kialakítani, abból mi plusz óvodát, vagy nem tudom, mit tudunk építeni. Úgyhogy ilyenekről el kell gondolkodni azon, hogy 100 embernek az érdekét szeretnénk-e. Persze, ha megtehetnénk, nagyon szívesen támogatnánk, de sajnos nekünk dönteni kell a többi 12 000 embernek is az érdekeiről, úgyhogy én azt mondom, hogy ez nem támogatható. A sétáló út, hogy önkormányzati területből valósuljon meg. A park és játszótér kialakítása, az benne volt az előző szabályozásban is, hogy valami nem üt, persze tud az önkormányzat biztosítani, és szándékunkban is állt. Benne volt, hogy a majdani temetőbővítés a főútról megközelíthető legyen, ez evidens. Úgyhogy csak útról
legyen megközelíthető, ne pedig ott, hát máshogy nem is, nekünk ez a fő feladatunk. Akkor még egy ugyanígy pont volt a közterület, nem. Azt mondom, hogy hol van, bocsássatok meg. De a közterületre út, sétány, egyéb leadandó területeket egységes tulajdonok arányába kell megvalósítani. Ezt a kérelmezők nem tudják támogatni, mert ide jön be ugyanez a sétány is, ami máshol úgy evidens lenne, hogyha az önkormányzatnak x százaléka van, akkor az önkormányzat ugyanúgy a közterületre lead a saját területéből természetesen, de itt is csak ennek a mértékében tudunk, többet nem fogunk tudni vállalni. Akkor, amit a főépítész úr említett, hogy ingatlanonként egy lakóegység helyezhető el, akkor kérték, hogy a gépjármű megtárolása ingatlanon belül történjen. Ez is előírás, így van. Úgyhogy ezt természetesen támogatjuk. A terület közművesítése, valamint a meglévő vezetékeknek az esetleges áthelyezése, a tulajdonos feladata és költsége is. Ezt is ugyanígy, tehát a tulajdon arányba tudjuk csak elképzelni, de szerintem ez is egyértelmű. És hogy a csapadékvíz elvezetés, hogy ne a telken belül valósuljon meg, ez is olyan pont, amiről nem most kellene. De megint érdekes pont, mert éppen tegnap volt a Környezetvédelmi Bizottság, ahol külön program van a csapadékvíz kincsként való újra hasznosítására. És mindig azt mondjuk, hogy a Budapestről kikerülők nem tudnak annyira örülni ezeknek a dolgoknak esetleg, mert elfelejtették ezt az ősi tudást, hogy mennyire fontos a csapadékvíz. De itt meg ne essünk bele tényleg abba, hogy nagyon sok helyi tulajdonosról van szó. Hát ők is örüljenek annak, hogy csapadékvízünk van, és igenis ezt gyűjteni lehet, ciszternától kezdve mindenbe lehet gyűjteni. Úgyhogy erről, hogy eleve országos szabállyal szemben, mert pláne nem menjünk, de erről még fogunk szerintem vitatkozni. Jó, úgyhogy szerintem ennyi lenne akkor, hogyha ezt tudnátok támogatni. Legkisebb telekszélesség 18 méter, főútról mehessünk be a temetőbe, leadandó területeket egységesen a tulajdonok arányában kell megvalósítani, a egy lakórendeltetés helyezhető el, a gépjárművek telken vagy főépületen belül legyenek meg eltervezve. Az új szabályozási tervet ugye a magántulajdonosok finanszírozzák, hisz mi már egyet finanszíroztunk, ugye ez is teljesen egyértelmű, és az egységes szerkezetbe foglalás is kérdés, tehát plusz egységes szerkezetbe foglalás. Foglalás. A csapadékvíz esetében ugye vagy telken belül szikasztással, vagy csapadékvíz, szikasztással, az inkább úgy lehet, hogy valamiféle vízgyűjtéssel, vagy egy csapadékvíz elvezető rendszer megépítésével, az nagyon drága dolog lenne. Igen, de az nagyon drága. És hát a közművesítés, ami ez is a tulajdonosokat terheli, és amit nincs benne az eredeti előterjesztésben, hogy 800 négyzetméternél nagyobb terület esetén 20%-a megengedett beépítés, és 700 és 800 közt 25%-a beépítési százalék. 25% beépítési százalék. Akkor jó, ebben gondolkodunk. Azt kérem, Attila, parancsolj. Bocsánat, csak itt a csapadék elvezetéssel, meg a vízkincsel kapcsolatban egy mondat, hogy ez egy patak által föltörtött völgy, ahol egyébként, hogyha kiásunk egy csapadékvíz tároló gödröt, az magától tele lesz vízzel. Tehát a talajvíz az nagyjából ilyen 2-3 méter mélyen van, tehát egyébként is ott azért az, hogy vizet kapjanak a lövények, az nem egy őrült nagy kihívás, még szárazság idején sem. Épp ezért merült fel egyébként az, hogy nehéz lesz elszikasztani úgy valamit, hogy egyébként a gödörben magától is víz van.
Tehát ez az egész problematika, ez nagyjából innen eredezik, főleg egy ilyen csapadékos időben, mint ami most van, gyakorlatilag ezek a ciszternák vagy szikasztók, ezek maguktól tele lesznek vízzel. Úgy értem csapadék nélkül is, csak a talajvízből. De én azt gondolom, hogy erről jelenleg nem feltétlenül kellene dönteni, mert ez egyébként szerintem inkább egy technikai kérdés, amit a terület adottságokkal összhangba kell majd így is úgy is kialakítani. A másik, ami még egy pillanatra szerettem volna így átbeszélni, hogy ugye itt úgy hangzik el, hogy ez a parknak a kialakítása, ez kicsit úgy tűnik, mintha a tulajdonosok az önkormányzati területből szeretnének maguknak egy parkot kialakítani. Szeretném egyértelműsíteni, hogy arról van szó, hogy egy olyan park alakul ki, ami egyébként nem ezeknek a tulajdonosoknak a használatába kerül, hanem hogy tehát ugye 12 000 lakosnak a területéből kerül a park kialakításra, ennek a 71 tulajdonosnak. De igazából arról van szó, hogy egy olyan park kerül kialakításra, ami 12 000 lakosnak szól. És ehhez kérik a tulajdonosok azt, hogy ne a 71 tulajdonosnak kelljen a 12 000 lakosnak parkot adniuk. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit más a dolognak talán így az optikája. Köszönöm. Jó, ketten jelentkeztek bárányba. Köszönöm szépen, nekem egy értelmező kérdésem lenne az, hogy az előírt gépjárművek tárolása kizárólag telken vagy épületen belül történhet. Az ugye jól értem, hogy azt jelenti, hogy alkalmasnak kell lennie az ingatlannak a két gépkocsi befogadására, nem ad pedig azt, hogy utána később a területnek a közlekedési rendje az várakozni, meg megállni tilos lesz végig. Tehát az csak is kizárólag azt jelenti, hogy fizikailag alkalmasnak kell. Köszönöm. Kettő parkról beszélhetünk tulajdonképpen. A szabályozási tervünkben most is van egy zöld. Igen, egy zöld terület, amit parknak képzeltünk el, vagy bármi, még egyéb funkciót is tud ellátni, és van mellette a sétány terület, ami a park mellett lenne. Ez kettő zöld terület. Úgyhogy az egyik nagy parkot mi biztosítanánk, az benne van a mostani szabályozási tervből is. Viszont a sétány terület, mivel a sétány ugye nem pont a patak mellett megy, hanem a patekig tart, tehát ezt nem értettem én se, de aztán sikerült megértenem. Tehát ugye a jelenlegi főcsatorna nyomvonaltól a Kragátny területe még a patak felé tart egy darabig. Tehát így ez az egész sétány tulajdonképpen, mint helyrajzi szám, helyenként 8-10-12 méter széles lesz. Tehát ezért lenne sokkal célszerűbb oda egy utat csinálni, ahogy az a mostani szabályzási tervben szerepel. Jó. Kérdezem, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Tehát akkor, amit legutoljára felolvastunk, illetve a bizottság határozott, ahhoz valakinek van-e módosító javaslata bármelyik ponthoz? Mert amennyiben nincs, akkor ezt így egyben felteszem szavazásra. Most lehet szavazni. Megszavazni. 11 igennel a képviselőtestület jóvá hagyta a határozatot. 60 per 2023 Zsiráf építőanyagok Kft.-vel kötött település rendezési szerződés módosítás ügyében szakértő megbízása. Ugye itt arról van szó, hogy a település rendezési szerződésünk szerint ugye előírtuk azt, hogy a Valkóházat meg kell tartani, mint védett épületünket, helyi védelem alatt álló épületünket, és a beruházó hozott egy szakértőt, miszerint ez nem megmenthető, vagy szerinte nem megmenthető, és mi pedig javasoltunk egy másik szakértőt, hogy azzal is vizsgáltassuk meg, mert ugye a településrendezési szerződésben úgy van, hogyha megsérül az épület, vagy beomlik, vagy valami, akkor újjá kell építeni eredeti formájában, illetve de elsősorban meg kell tartani.
és ugye állítják, hogy nem tudják megtartani az épületet, viszont mi abból nem engedünk, hogy ezt a helyi védelemet alatt álló épületünket megvédjük. Parancsolj, főépítész úr! Köszönöm szépen! Igen, tehát azt hiszem első, vagy bevezetésként a legfontosabb elmondani, hogy ugye ott egy szabályozási környezetmódosítás történt, tehát a lakásszám növekedést kapott a beruházó cserébe azért, ami ugye településnek szempontja volt, hogy ez a helyi védett épület jelenlegi állapotában megmaradjon és felújításra kerüljön. Most ugye azzal kerestek meg minket, hogy a kivitelezőkkel való egyeztetés folyamán azt látják, hogy ez az épület így nem megtartható, nem felújítható. Hoztak egy szakértői véleményt is, amit én több ponton megkérdőjelezhetőnek tartok. Ráadásul az ő első, még az engedélyeztetéskor beadott szakértői véleményükkel is ellentmondásos. Az a vélemény leírta, hogy megmenthető az épület. Ez pedig leírja, hogy nem olyan messze menő következtetésekkel, hogy alapozási problémák vannak, holott nem történt alapfeltárás, födémszakaszokról olyan helyeken hoz problémás fotókat, amik amúgy a nem megmentendő részen vannak, mert egy bővítményben vannak. Tehát valójában nem, egyáltalán nem tekinthető alátámasztottnak ez a vélemény azzal kapcsolatban, hogy az épület állapota ténylegesen milyen. Ráadásul, ahogy polgármester úr is mondta, a szerződés úgy tartalmazta, hogy a szakértőt közösen kiválasztva bízza meg a beruházó és az önkormányzat, pontosan azért, hogy elkerülje azokat a félreértéseket, hogy egy irányba kicsit részrehajló ez a szakvélemény. Ennek okán merült az föl, hogy szeretnénk akkor egy olyan szakvéleményt, ami egy kicsit ennél alaposabb és jobban feltárja az épület állapotát. Erre kértünk be ajánlatot, és ugye ezzel kapcsolatos egyeztetések zajlanak most jelenleg a beruházóval, aki hát nem annyira szeretne egy újabb szakvéleménybe belemenni, de közben meg enélkül nem tudunk azt gondolom, hogy tovább lépni. Tehát, hogy érteni kell azt, hogyha ez az épület elbontásra kerül és újraépül, lehet, hogy optikailag ugyanúgy ott lesz ez az épület, de az már nem tud egy védett épület lenni, tehát onnantól fogva első lépésként a védettséget kéne levenni az épületnek, hogy ez bonthatóvá váljon, és a felépülő új az nem egy védett épület lesz, még ha ugyanúgy is fog kinézni, mint a régi. A védettség levételéről pedig rendelkezik a rendelet, helyi értékvédelmi rendelet, ami olyan esetekben teszi amúgy ezt lehetővé, amikor már ez helyreállíthatatlanul tönkrement az épület. Ugye ez messze nem igaz jelen pillanatban. Tehát egyenlőre jogilag se igazából látom annak a lehetőséget, hogy lehetne levenni a védettséget róla, amellett, hogy nem is gondolom azt, hogy erre feltétlenül szükség volna, hogy nem lehetne ezt az épületet megmenteni. Nyilván azért arra való nyitottság, azt gondolom, hogy meg lehet az önkormányzat részéről, hogy nem minden elemére mondjuk ki azt, hogy már pedig ez így és megtartandóan és felújítandóan lehetnek ennek, és ugye ezért kéne egy megfelelő szakvélemény. Lehetnek ennek olyan irányai, hogy azt mondja ki, hogy ez a rész ez valóban nem megmenthető így, hanem csak bontás újjáépítéssel, de mondjuk egy mag része pedig megmenthető, és utána az pedig a helyi védettség leírásában rögzíthető, hogy ez is ez a fal, vagy ez is ez a része az, ami eredeti és védett. Tehát, hogy nem csak egészben tudunk védeni egy építményt, hanem annak részeiben a régi részeit tudjuk önállóan is védeni. Tehát ez lehet egy kifutása a történetnek, ami talán egy ilyen kompromisszumos megoldás lehet, de ennek is mindenképpen következő lépéseként egy megfelelő szakértői véleményre volna szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szögezzük le. Nagyon bízom benne, én csak a saját nevemben beszélek, de ennél az asztalnál senki sem gondolja azt, hogy le kéne vennünk a védettséget erről az épületről, hiszen pont azért tettük helyi, voltuk helyi védettség alá. Egyébként valamikor, amíg még létezett ilyen fogalom, hogy műemlék jellegű épület, szerintem még, én még gyerekkoromban emlékszem, hogy még van ilyen táblát is láttam rajta. Most is rajta van. Úgyhogy valóban akár az országos védettségét is lehetne kezdeményezni, hogy itt az előterjesztésben van. Angéla, parancs. De fontos hangsúlyozni, hogy 2021-ben kötöttük ezt a településrendezési szerződést. Az most 2 éve volt. Azért kötöttük, azért mentünk be
tőlünk annyival, a közös véleményünkkel annyival ellentétesebb megoldásba erre a két ingatlanra, mert szerettük volna ezt az épületet megmenteni, ezért mentünk bele, hogy ott, mivel egy új kialakuló település központról van szó, ott esetleg engedélyezünk társasházat ezen a területen. Tehát ez volt a legfontosabb célunk. Akkor a szerződésben mind a két fél, ők is rögzítették, hogy ez az épület ennek a feladatának, az újjáépítési feladatnak megfelelő állapotban van. Ez két éve történt meg. Ők is aláírták. Benne volt az, hogy közösen választjuk a statikus szakértőt. Nem az egyik oldal, nem a másik oldal, mert akkor jön, hogy ugye nem tudjuk elfogadni, mert hát elfogult a másiknak a statikus szakvéleménye. Benne volt ez is rögzítve. Tehát akkor olyanra hivatkozni, hogy ők hoztak egy statikusnak a véleményét, az nem lehet elfogadni, mert a szerződésben rögzítve volt, hogy ez nem így működik. És a statikus olyan szakvéleményt ad, ami nincs műszakilag megalapozva. Utána pedig, amikor mi hivatkozunk arra, hogy akkor keressünk egy statikust, akinek a véleményét meghallgatnánk, akkor arra hivatkoznak, hogy annak a véleményét azért nem tudjuk elfogadni, mert esetleg elfogult. Hát ez vice versa, igaz? Úgyhogy ez a tárgyalásnak szerintem csak az lehet a kimenetele, hogy közösen kell választanunk statikust, amiben mind a két fél meg tud bízni, vagy pedig ki kell mondanunk azt, hogy igen, akkor mi fogunk egy statikust, és mi annak a véleményébe hinni fogunk. Mert mi magunkról tudjuk, hogy mi nem csalni akarunk, hanem normálisan, ahogy belementünk egy szerződésbe, azt szerint szeretnénk dolgozni. És azt se felejtsük el, hogy ez a településrendezési szerződésben azért, illetve magában, hogyha az ember rendelkezik egy ilyen épülettel, a jó karbantartási kötelezettség az megvan. És arra hivatkozunk utána egy statikus, hogy falazatázás történik, csapadékvédeleme tönkrement, a tetőcserepek hibásak és hiányoznak. Ez éppen, hogy a megrendelőt fogja negatív szerepbe hozni, mert a negatív lépését fogja kihangsúlyozni, mert nem tett ennek a feladatának eleget. Úgyhogy szerintem ezt az épületet nekünk meg kell védeni, amennyire csak lehetséges, és tovább kell tényleg folytatnunk akkor a tárgyalást. Nem tudom, hogy akkor most erről döntünk, hogy oké. Okay. Csak annyit egy fél mondatban, hogy akit mi megkerestünk szakértő, egy tartószerkezeti végzettségű tartószerkezeti szakértő, viszont azért javasoltam az önkormányzatnak őt megkeresni, mert ő műemléki hivatalban dolgozó, vagy műemlékes vonalon dolgozó tartószerkezeti szakértő, tehát magyarul, és ez nem ebben a szerepkörében neki nem a díszítettséget kell vizsgálnia és annak a megmentését, viszont jobb és nagyobb rálátása van az akkori szerkezetek állékonyságára és szerkezeti megfelelőségére, mint mondjuk egy, mit tudom én, egy fiatal statikus, aki lehet, hogy szakértő, de amúgy meg csak a mai kor szerkezetéről nagyobb ismerete. Ugye ez egy félreértést okozott, amit azt gondoltam, hogy sikerült megbeszélni a beruházóval, de aztán lehet, hogy még nem, hogy ezt értse, hogy itt a régi szerkezetek ismerete okán kerestünk ilyen szakértőt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát a döntés az előterjesztett határozati javaslata következő. A testület felkéri a polgármestert, keresse meg az illetékes hatóságot, hogy a Solymár 1547/1 alatt felvett ingatlantaló Valkóház tulajdonosát jó karbantartásra kötelezze. 2. Kezdeményezze az épület országos műemléki védettség alá helyezését.
3. A településen és szerződés nem teljesítésével összefüggésben bízza meg dr. Vándor Andrást, hogy adjon szakvéleményt a Valkóház állapotára vonatkozóan, a megbízás bruttó 1.100.000 forintos költségét az önkormányzat megelőlegzi. Ez az előterjesztett javaslat. Kérdezem, van ehhez kérdés, hozzászólás? Tordai Miklós, parancsolj. Bocsánat, nekem csak egy aggályom van itt a második ponttal kapcsolatban. Ez a kezdeményező az épület országos műemléki védettség aláhelyezését. Van egy olyan típus félelmem, egyetlen nem biztos, azt hiszem ennél az épületnél, korát és egyébként figyelembe véve, hogy ezt megkapjak. 2. Azért, ha pedig megkapnánk, illetve hát akkor sem mi kapjuk meg, hanem az épület kapja meg, illetve a leendő tulajdonosa, vagy nem is tudom most, hogy jogilag kiminősült tulajdonosnak, azért olyan további kötöttséget, kötelmeket jelent, azt hiszem, az ő számára, ami még jobban megmerevítené a tárgyalási álláspontjukat, mert itt alapvetően most már, vagy elsősorban pénzről szól a történet. Tehát azzal, hogy még tovább bástyázzuk be a Valkóháznak a státuszát, azzal egyetlen emberek meggyőződve arról, hogy ezzel nem egy kontraproduktív reakciót váltunk ki belőlük. Köszönöm. Sitám, rögtön jegyző adott egy jó tanácsot, ezt a második pontot, hogy vizsgáljuk meg a lehetséges védelem alá, országos védelem alá helyezést. És akkor így lenne, és így módosítanám a saját határozati javaslatomat. Jó, parancsolj! Igen. Ugye a félelem az, hogy ugye egy módon érhető el az, hogy a védelem lekerüljön, hogyha az épület olyan szinten roncsolódik, amikor már nem védhető. És ugye ez elég könnyen előállítható mesterségesen is. Tehát ugye azért az önkormányzat próbál minél szigorúbbá válni ebben a tekintetben, hogy aztán ne odafusson ki a dolog, hogy ezt lehetővé teszi a védettség levételét, mondjuk a kialakuló állapot. Akár csak a megkezdő építkezés során véletlenül, bármilyen oknál fogva. Igen, köszönöm. A szót, polgármester úr. Kedves képviselőtársaim! Nagyon nem szeretem az ilyen jogi csűrés csavarást, hogy ha így, akkor esetleg, stb. 1970-ben, amikor az első virágaimat értékesítettem, akkor hátramentem a kertbe, leszettem 50 szál kardvirágot, levittem a faipar elé, és aki jött ki, 3-3 szálat fogva, kínáltam 1 forint 50 fillérért egy szál kardvirágot. Hogy gyakorlatilag mindenki eldönthette, hogy akkor vesz, vagy nem vesz. Tehát itt is az illető meg akarja csinálni az egészet, vagy nem akarja megcsinálni. És a végén még akkor is megvolt az a lehetősége, hogyha maradt 10 szál, és valaki azt mondta, adok érte 10 forintot, odaadom neki, vagy sem. Az az én döntésem volt. Tehát mi tettünk egy olyan javaslatot itt a tulajdonos felé, hogy megengedjük neki, hogy ott egy 18 lakásos társasházat építsen úgy, hogy ez a műemlék épület, vagy műemlék jellegű, mindegy, hogy minek nevezzük, nevezzük csak a nevén Valkó Villa, hogy ez megmaradjon és felújítsa. Az a kérdés, fel akarod újítani, kedves tulajdonos vagy, nem akarod felújítani. Én így gondolom. Vagy megveszed a kardvirágot, vagy nem veszed. És így, hogyha azt mondjuk, hogy nem akarod felújítani az épületet, akkor viszont miért kérne nekünk hozzájárulni, hogy ott legyen egy 18 lakásos társasház? Szerintem ilyen egyszerű. Igen, na most nem, szóval nem, most senki nem úgy képzelje el, hogy ott lesz valami hatalmas nagy panelház, amivel 18 lakás, tehát ott több kisebb épület van, tehát nem, csak azért mondom, mert amit itt lehet, azt félreértenek, tehát azért tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Ugye a település rendezési szerződést megkötöttük,
Az, hogy ki hogy tartja be a szerződést, azt majd meglátjuk, de hát igyekszünk tárgyalásos rendezést folytatni. Jó. Egyéb kérdés, hozzászólás még ehhez van valakinek, akkor azzal a módosítással szavazunk, amit mondtunk, hogy megvizsgáljuk, ugye? Jó. Igen. Jó, akkor most lehet szavazni. Tíz igen, egy nem, nulla tartózkodással jóvá hagytuk a határozati javaslatot. Most nem sokára három gyors előterjesztés lesz, majd zárt ülésen előtte szokás szerint kérdezem, hogy kérdés, bejelenteni való, hozzászólás egyéb a mai nap végén, nyilvános ülésünk végén van-e? Parancsolj, Miklós! Nagyon rövid kérdés. Van-e bármilyen fejlemény Femüvel kapcsolatban, sportjelente gondol természetesen? Jelentem, nincs. Jós kérdés. Annyit tudok mondani, hogy a PEMÜ vezetése mindentől elzárkózik, tehát se az iskolai táncünnep nem kerülhet ott megrendezésre, sőt, a traktoros találkozó sem. Tehát még arra, ami ugye csak azt a külső területet használná a pálya körül, ez sem kerül, úgyhogy a traktoros találkozó pont ma tették fel a közösségi oldalra, hogy majd a saját honlapukon részletesebben beszámolnak, elsősorban felvonulással fog megtörténni, de még keresik a helyet. De mondom, még a traktoros találkozóra sem volt hajlandó a PEMÜ biztosítani a területet. Na, inkább nem kommentálom. Kővári András. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kedves képviselő társak, hétfőn lesz közlekedési bizottsági ülés, és nem ezért kértem szót, hanem azért, mert jó néhányan megkeresnek e-mailben, írnak a hivatalba, írnak a polgármester úrnak, a közlekedési bizottságnak, hogy úgy gondolják, hogy az ő utcájukban megnövekedett a forgalom, ilyenkor összeül a bizottság, megkérjük a közterületfelügyelőt, hogy végezzen mérést, neki jogába áll tulajdonképpen megállítani egy-egy autót, és megkérdezni, hogy hol lakik, így akkor megjött a statisztika, hogy mennyi valójában a átmenő forgalom, hogy akkor tényleg Nyerges Újfaluról jönnek, és próbálnak keresztül menni a Panoráma utcán, vagy a Sport utcán, vagy a Mátyás Király utcán, és, vagy a Turista utcán, és akkor majdnem minden érintett utcaszakasz tulajdonképpen felhoztam példaként. Mindenütt kérik, hogy tegyünk ki sebesség csökkentő táblákat, virágládákat, tegyünk ki fekvőrendőröket, ha kell, a Sport utca elég hosszú, legalább tegyünk ki 10-et, tegyünk ki behajtani tulajdonos táblát, hogy senki ne jöjjön be ebbe az utcába, és ugye jó néhány, kérlek? A településre se. Tehát, mert ugye teljesen jogosnak tűnő kifogásokat hoznak föl, hogy egygyermekes, kétgyermekes, háromgyermekes, két unokás, négy unokás szülő vagyok, én két unokás nagyszülő vagyok, és akkor, amikor 1990-es évek elején, mert a lányom az 93. augusztus 29-én született, már akkor sem lehetett az utcán játszani a Sport utcába, mert akkora volt a forgalom. Tehát maga az utca az nem játszótér, a Sport utca végébe, a sportpálya előtt van egy gyönyörű, csodálatos játszótér, ahova vihetik a szülők a gyerekeket. Nálunk is, amikor fölmegyünk az unokákkal, látom, hogy elég népszerű ez a játszótér. Tehát ne akarjuk azt, hogy az utcán lehessen játszani, labdázni, mert az út céljára épült maga az úttest. És írhatnak tulajdonképpen a kedves lakosok több beadványt, akár még az országgyűlési képviselőnek is. Én úgy gondolom, hogy nekünk nem tudunk falakat építeni, nem tudunk az útba beépíteni ilyen oszlopokat, hogyha megállítókapukat, hogyha valaki ott lakik az utcába, beteszi a kártyát, akkor lemegy ez a
a cölöp, a kapu, és akkor behajthatnak az utcára, mert ugye erre nincs anyagi lehetőségünk, és nincs is értelme ennek. Mert akik a Mátyás Király utcán laknak, mint a Dalos Attila, ugye ő érintett, akkor gyakorlatilag ő is ugyanúgy kérhetné, vagy a József Attila utcán, ahol megy föl a busz, vagy a nagyszülőm lakott a templomtéren, ahol megállt, ott volt a buszvégállomás, hogy ne a hőházok előtt álljon meg a busz. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amivel mi természetesen foglalkozunk. Mi kimegyünk, megnézzük közlekedési szakembert, és alkalmazunk szakmérnököt, hogy ne érhessen az a vád, hogy gyakorlatilag teljesen amatőrök vagyunk. Tehát minden esetben foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, de egy fekvőrendőrnek az elhelyezése azért több százezer forint, egy, lásd Piliszent Iván a Szabadság utca itt a tó környékén, úgy az önkormányzat kiépítette, majd néhány év múlva lakossági tiltakozásra vissza kellett bontani. Tehát azért mondom, hogy és ráadásul úgy, hogy én azt állítom, hogy a gépjármű vezetőknek a 95%-a, kedves képviselőtársaim, azok jogkövető magatartást folytatnak, tehát tényleg ahol lehet, amennyivel a KESZ tábla adta lehetőségnek mellett közlekednek. Ugyanúgy kérek mindenkit, ugyanúgy nézzék, amikor mennek reggel a 10-es úton, hallgatják a Petőfi rádiót, és bemondják, hogy a Solymári körforgalomnál ugye beállt az út, én minden nap kétszer megyek arra, reggel és este is, és teljesen egyértelmű nekem, hogy ott, ahol van az a földdaráló üzem, ott beengedem azokat, akár a volánbuszt, akár a kamionokat, akár a személyautókat, tehergépkocsikat, függetlenül attól, hogy nem innen a földkeverő telepről jöttek ki, de hogyha ezek az emberek saját gépjárműveket nem kockáztatnák ezen a rossz minőségi úton, hanem ők is maradnának a főúton, hogy gyakorlatilag Pilis Csabáig élne ez a sor, és csak annyi a feladatunk, hogy megálljunk egy pillanatra, és jobbról beengedjük ezeket a gépjárműveket. Tehát én türelemre kérem az embereket. A bizottságunk ugye úgy volt, hogy nem akarjuk megengedni az egyirányú utcákba, hogy biciklivel közlekedjenek, de gyakorlatilag most jövőre választások lesznek, hogyha úgy dönt a lakosság azon része, hogy már pedig legyenek fekvőrendőrök, áldozzunk erre több 10 millió forintot, senki ne jöjjön be Solymára, tegyünk egy metal táblát Solymára, én szerintem ez egy nem normális dolog, akkor gyakorlatilag ezt megtehetik majd a jövő évi tavaszi nyári választásokon. Tehát az a kérdésem, polgármester úr, hogy mit tegyen a bizottságunk, mert ugye nekünk mindig ezekre szakértőt kell kérni, az nekünk pénzbe kerül. Rengeteg időt töltünk, ugyancsak a visszatérő kérdésekkel, mindig ezek visszatérő kérdések. Köszönöm. No, táblát kitenni teljesen felesleges. Egyrészt senki nem tudja ellenőrizni, mi nem radarozhatunk. A Budaörsi Kapitányságnak egy darab radarja van, és főutakra szokták vezényelni. Tehát táblát kitenni, az 100 darab kidobott ezres. Egy tábla. Az ennyi. Fekvőrendőrt. Ahogy elmondtad, abban a pillanatban aláírásgyűjtés lenne a fél utcában, legalábbis akinek a háza közelében van, mert egész éjjel lesz. Ezt hallgatná. Tehát tudom, Gödön az egyetemen is tettek ki, a legnagyobb melegben is csukott ablaknál kellett előadást tartanom, mert a saját hangomat nem hallottam a fénycsikorgásoktól. És hát ugye Piliszent Ivánon is valóban leszerelték, tehát persze a más háza elé tegyünk fekvőrendőt. A virágládás forgalom terelés tulajdonképpen többé-kevésbé bevált egy pár helyen. Most láttunk, és pont erről beszéltünk Andrással, egy még érdekesebb megoldást, ami sokkal olcsóbb, mint a virágláda. 175-ös kútgyűrű. Komolyan? 30 ezer forint. 30 ezer forint terakott földdel, azt tolja el valaki. Próbálkozza. Maga a kútgyűrű 240 kiló, de földettele meg... Hogy? Nem törik könnyen. Nem hiszem, hát jó, persze, ha valaki telibe vágja egy izével, kamazzal, akkor törik, de hát... Igen, a virágláda széthullik, egy virágláda az, meg egy ilyen méretű virágláda az 240-nél kezdődik.
De Antoniből talált valami másfél milliósat, magóni fából, vagy valami ezzel rögtünk. Na mindegy, de a kutyűrű lehet, hogy jó megoldás lesz, tehát forgalomterés. Csak ezzel az a baj, hogy azt meg nagyon nehéz elhelyezni úgy, hogy a 295-ös tolólappal így a hókotróval bevegyük a sasszét, ez az egyik probléma. A másik, hogy hol találsz egy olyan helyet, ahol valamelyik kapura kanyarodást nem akadályozott. Tehát ezt én elhiszem, hogy a lakosság az könnyen mond ilyeneket, hogy radarozzunk, nem radírozhatunk, tegyünk ki táblát, minek? Tehát igen, ezt megértem, és arról is beszéltünk egyébként, hogy aki gyalogosan közlekedik, az sokkal gyorsabbnak érzi a közlekedőket. És a harmadik, ami a legszomorúbb, hogy a forgalomszámlálási adatok alapján általában az ilyen hosszú utcákon maguk, akik ott laknak, ők hajtanak. Tehát mondjuk mit egy magas utcára senki nem megy fel, aki el akar menni valahova. Aki ott nagy sebességgel megy, az ott lakó. Hát nem tudunk mit csinálni ezzel. De ettől függetlenül ez a virágládás, vagy ilyen akadályos forgalom elterelés, talán ez a legjobban működő. Csak mondom, nagyon kevés helyen lehet ezt úgy kipakolni, hogy egyik ingatlanra való behajtást, kihajtást se akadályozza.